Jöttem. Azokat a kis mikroplazmáikat, ugye ezzel a grabberrel lehet azt. És érdemes ugye kézben tartani. Visszamentem, hát az előző docking stationökre. És hát itt most nincsen, de a többi shuttle-nek, illetve a vannak ilyen hát ehhez hasonló kis hát monitorjai, és azokból lehet tenni, úgyhogy most itt ez a része, hogy a Normandinak ugye készen van. Hoppá. Akkor... Igen, ott pocik vannak. Hát oda bemegyek, azt a egy darabot. Ami lement a... Akkor... Az illeti épül a norma. Repéreljük. Ennyi. Ja. Akkor oda kell elmenni. Arra felmegyünk. A magácsba. És akkor így a Normandinak a szisztéma hullos. És most ugye a következő hely, ahova megyünk. Az is egy ugrókapu. Onnan tudunk akkor ugye a következő helyszínre ugrani. Mert azt hiszem, ezen kívül ugye még kettő van. Igen, ez volt az első, az a debri. Tehát az ilyen roncsos rész. Hát a másik kettő az... nem tudom, sem. Ez, de ugye akkor majd ott kiderül. Bencs vagyok, hogy igazából az a helyeken. Valószínűleg a fő ugrókapuhoz kell ugye majd elmennünk, hogy vissza tudjunk térni a földre. Elmesélni, hogy mi is történt. Illetve arra vagyok itt. Bencsi, hogy bizonyára ki fog lennek az egésznek a háttérében. De valószínűleg ezt az egészet igazából ott csak azért csinálták, hogy ugye a nagypapánknak a testét el tudják lopni. Még ezeket a Green Universe-os terroristákat, aktivistákat is igazából csak felhasználták. Mindenkit legyalultak. Konkrétan. Csak azért, hogy ugye, hogy megszerezhessék a kapunak a testét. Bizonyára fontos a szolgál. Érdekes lesz. Meg jó messze van. Itt a mindentől. Reméljük, hogy de, hogyha egyszer ma oda kell menni, akkor csak meg. Ja, majd látom, van jó pár turret is a környékén. Igen, valahogy sejtettem. Nem tűnik ugye aktívnak. Hát, hogyha elkezdenek aha. Rengeteg ilyen repkedős. Gonosz.
menjünk oda. Akkor ide visszér. Arra vagyok kíváncsi, hogy ez a dögök miért nem tudhat. Többi dögöt. Mondok, hogy ez a... Another closed door. How original. I think they could have come up with something more interesting than that. Ja nem, ki kell. Na, vagy. Ezt. Nem szép, vennünk kell, hanem. Kiflexelni. I wish I hadn't said anything. Igen. What the? I take my word back. I wish it was another closed door. Enough with this originality. Hurra! The accelerating station is connected directly with those wires. Or with these ones. But it definitely is connected, which means you can restore the power supply. Apparently, the coffins were pulling the wires, but someone killed them all. Oh, well, he can eat all this. What an impressive size of this hall. I assume that we are the classified modules of the liner that belong to its central core. Yeah, check. Only the chosen ones, like your grand. Yeah, we somewhere as much for you, Bob. Kezembe fogom. Be careful. There's some activity ahead. Hoppa, hoppa, hoppa. Minye, minye. Hopplasz, mene. It looks like some of the coffins are still functioning. Óvatosan. Gyújtsam szét. Várja. Jellett így csapva. Köszönöm a rózsa minden irányába. Hát menjen! Wow! Oh! Hidden burglar-proof engines. Mechanical action isn't possible. Jó, ezt... Valam ezt is leke. Judging by the encoding, there's a high-pressure hydraulic drive system built in here. We won't be able to move the doors apart.
burst into the floor and have bastion armored floor coverings. All the electronics are protected by double encoding and a hidden duplication system. The estimated average hacking time is 2 million at least. Come la salivo, scandalo. My sensors can't get any deeper than that. And here's its weak spot. Well, compared to the rest of the solid state, if we try very hard, we can leave quite a decent dent here in a couple of years. Probably. Annyira tudtam. Ha, mehetünk. Na, csináljunk egy hülye szkennert. Hát ez valami... Ó, zasztó! Na, korongyoljunk. Na, csinálom vagyunk. Na. Rencsi. Na. Na, van egy kocsi? Van. Cyberpunk. I've heard that this game has quite realistic shooting. I believe this coffin was using it as training material. Oh, csodálatos. Ja. Hát, ha így gyorsabban haszunk. Szerintem igen. Halleluja, visszaértünk. Ezt ide bedobantam. Ezt is. Na, van még valami? Na mindegy, akkor Equip Tools Scan elő kell egy met. Hát áll. Na hurrá, megvan. Azt húzom vissza. Na, megy be. Köszönöm. Ugrom, ugrom. Baj ennyire látom. Hát figyelj, itt szerintem azért gyorsabban haladok. Mindenképpen. I think now I understand how these gates work. We need to check the central locking valve. Yeah, I figured out how to open it. For starters, we need 3 live hamsters, 2 electrical tapes, a bottle, a grenade, about 20 kilograms of metal, wireframe, 2 motors but not too powerful, paint, or rather part of a paint spray can, and some small iron balls, only 200 or 300 of them. This game is worthless. No, seriously. Why is there a door on a secret and protected object that you could just... Ooh. Forget about the door. I can't believe it. This is an additional small core of the liner unnamed. It's still working. Unbelievable. Unbelievable. Yeah, jó cuccot találok ki. Nagyon jó. Keresztes logo. Caution, there's a coffin on the control platform. Eh?
It seems that this coffin destroyed all the others. I think that it's... No! It can't be! But the signal was lost. How is this even possible? Eh? Still, there's no doubt. It's definitely him. Papu! It's your grandpa. The coffin with your relative died in a battle with other coffins. I don't understand anything anymore. I know it's not easy, but we need to check him out. Papu, what is that? Yes, this should be. My dear man, if you're reading this now, it means that I didn't succeed. But you noticed my note on the fridge, or on the mirror, or in the corridor, or on the dresser, or on your forehead. Sorry, I tried to leave them everywhere possible. You must stop the flight of the liner, ASAP. I've been working as an engineer at the Scientific Research Institute of Space Development for nearly 58 years, and in the last several years, we have been fulfilling orders for the Breath Edge Funerary Agency. I haven't told you much about my work. I'm so sorry. But it's not that important right now. I started to notice that the Breath Edge Agency was making odd requests, and I conducted my own investigation. Now I'm sure they're not who they say they are. Breath Edge is perhaps the biggest and most dangerous fraud in human history. Please, take this recording and our chicken to Boris Gromov. You do remember my old friend at the investigation department, don't you? Today I'll try to get closer to them. I need hard evidence. I love you, Grandpa. And don't forget to feed the chicken. She is the key. Breath Edge? No, I don't understand. So all of this could have been avoided if you had at least washed your face? I don't know what to say. But it doesn't matter now. The main thing is that your grandpa knew something about the coffins, the disaster, and the company that created me. I'll try to decipher the tape and wait in case you want to bury your relative. Jó, a nagypapa mindenhova üzeneteket rakott, még a homlokunkra is csapasztott egyet, hogy csekkoljuk be koposóját, mert úgy tűnik, hogy a koposó állalat, akinek ott észrevette, hogy nagyon shady, sötét dolgokat, egyre furább dolgokat csinálnak. Elkészített valamilyen kis kazettát, azt el kell vinnie egy régi barátnak, és nagyon kell vigyázni a csirkére is. Derült, az is valami, hát ilyen kulcs. Hogy mi? Nem? Jó, a... Put him over there on the emergency eject platform. I should have recommended that the funeral protocol be followed and that you take the deceased to the shuttle, but with such damage to the coffin, your relative's body would soon simply spill out all over the deck. He didn't deserve this. Now we need to open the airlock and pay our last respects to this great man. Poppy. Az igen. He's been caught up in the planet's gravity. How beautiful. Ez Big Puck. Wait a second. What is a neutron bomb? Úristen, nem hiszem el. Seems like reading notes isn't your thing. To be honest, I've no idea what fine you might get for destroying a potentially habitable planet, but I'll be melted down into a toaster. I'll definitely be melted down. What a shame. Or maybe. Can we just forget everything? Activating partial defragmentation of the data. Beep, beep, beep. Defragmentation complete. What happened to this planet? It was like this when we got here, wasn't it? Yes, it was. Okay, then. I don't have a defragmentation function. It's time for us to get out of here and hope we die before the justice system gets to us. Van ottnak a hátoldalán, ugye az volt, hogy a papának a koffinjába egy neutron bomba van. Given the circumstances, I'm even more certain that this is another hoax and we shouldn't be distracted by her. Besides, she knows that we blew up the planet. Now we need to focus on activating the accelerating station and getting to the central core to activate the warp acceleration. Ketté robbantottunk egy bolygót konkrét. Jó. Hát az AI pedig ugye
igazából újra írta, úgymond a memóriáját, hogy amikor mi ide értünk, ez már így. Így jó is. Na jó. A karakterünk az valahogy úgy jött. Hosszabb, mint az apokalipszis maga. Ja, scriptet. Did it right. Now you only need to do the same thing to a couple of more places on the wire, and then the small core will be able to power the accelerating station. So I couldn't decipher the compromising evidence, but I copied its contents so you wouldn't lose them. Now I think it's time for us to sum up everything that happened. Your grandpa was investigating a global conspiracy in Breath Edge, but he died, leaving behind a programmed killer robot with compromising evidence. You, how shall I put it? You weren't able to find your grandpa's warnings on the note stuck to your own forehead. You took his dead body directly on board the liner unnamed, which he clearly didn't want to get on. A few hours later, the liner was attacked by the Green Universe, who was tricked by someone and used for that someone's own purposes. The Green Universe, apparently, goofed up, so the liner crashed into an old station and exploded. Then hundreds of coffins got activated, turning into aggressive robots that killed the survivors. Your grandpa also got activated and wanted to pass the compromising evidence on to someone he knew, but died a second time. Now we have this compromising evidence, and the killer robots clearly know about it. Don't you think we're at risk? And what in the world is this thing? It looks like some techno-cannibalism. This coffin tried to replace its damaged parts by removing them from its dead kin. Robot cannibal. Ja. Na hát akkor az ilyen, az előbb hosszan sokáztam meg távol azt, hogy ugye eddig mi történt. Hát igazából annyi, hogy a nagypapánk ugye ennek a kompaninak dolgozott. Észrevett, hogy egy újabb dolgok történnek, elkezdett ugye nyomozni, talált is, ugye. Talált is ugye bizonyítékokat, csak meghalt. Aztán ugye a Green Universe-et valaki ugye felhasználta, valószínűleg ugye Breed Edge Company, azért, hogy ugye megszerezik a papinak a testét. Borsoljába volt ugye a... Hogy? Ez ő nála volt. Mennyitek? Van igazából most szerencsétlen, ugye, másodszor is volt, azért, mert ez az idióta karakterünk nem képes még itt körbenézni. Azt hisz, homlokán van egy üzenet. Uhú, megyünk Béthez. Az igen. Akkor ezt megesszük. Na, és akkor ott van Babe. De várjunk csak. Nem, ott tudunk ugrani. Rához. Kell jönnöm. De teljesen szétbarmolják. Hoppa, hoppa, hoppa. Az összeset ki. Yay! Oké. Okay. Jó, itt vagyunk az ugrópontnál. Elmentjük.
Egy. És akkor következőleg pedig megyünk. Innen indultunk legesleg először. Most vagyunk itt, a debribe. Talán ugrunk ide, ami valószínűleg egy ilyen holdszerűség. Elvileg ugye Béb itt van. Majd ugye a harmadik az nekünk lesz. Majd kiderül. Lehet, hogy ez a főmag. Egy. Úgyhogy már ennyi, és akkor a következő részben pedig meglátjuk, hogy találkozunk-e végre Mrs. Babe-bel. Addig is sziasztok!